Folytatódik a Sztereó itt a 93.4-en, velem szemben a stúdióban pedig már vendégem, Sipeki Zsolt, Dán Szent Miklós polgármestere. Szervusz, szia, jó reggelt, jó napot, szép napot, most meghoztad a jó időt, inkább már szép napot kívánok neked. Mi a helyzet? Elsősorban a harmadik hullámmal kapcsolatban kérdezlek, sajnos azt tapasztaljuk mi is, hogy hát igen, újra itt van, most már egyes intézmények a vételkörzetünk területén sajnos egyes osztályok már haza kellett, hogy menjenek, illetve karanténban vannak elővigyázatosságból. Nálatok hogyan alakul a helyzet? Nálunk még hála Istennek a harmadik ütemet nem annyira érezzük, stagnálnak a számok, sőt, talán egy picit visszaesőben vannak a karantén alá helyezettek száma, kevesebb a megbetegedés, de nyilván ez annak tudható be, hogy egy kisebb településen mindig van egy kis fázisképzés, és vagy legalábbis azt figyeltem én meg, hogy mi egy picit később követjük a trendeket, illetve a jellemző folyamatokat. Betartjuk azokat az előírásokat, amelyeket mindenkinek be kell tartani, és különösebb intézkedéseink nincsenek ezzel kapcsolatban. Talán itt az oltással kapcsolatban tudunk segítséget nyújtani ahhoz a hatalmas munkához, amely mondjuk egy kisfalu esetében a házi orvosokra hárul zömében. Itt az idős betegek szállításában információk, megfelelő és hitelt érdemlő információk átadásában, közvetítésében. Ezzel tudunk mi segíteni önkormányzati szinten. Gondolom nálatok is, mint mindenhol az alapellátásban dolgozók már beoltásra kerültek, illetőleg az idősebbek nyilván a korosztály a legmagasabb rétegeiből egyre lejjebb, de oltásra kerültek. Hát van egy oltási protokoll, egy sorrend meghatározva, ez a házi orvos kompetenciája ezt meghatározni. Mi azt azoknak a kéréseknek igyekszünk megfelelni, meg vagyok azokat a feladatokat ellátni, amelyeket a házi orvos kiad számunkra, illetve megfogalmaz felé. Nyilván az idős embereknél, legalábbis ez személyes tapasztalat, nehézkes, amikor jön a telefon, hogy be lehet őket vinni esetleg a Délpesti Centrum Kórházba. Az önkormányzat tud segíteni esetlegesen hozzátartozó szállításában, vagy ezt a családnak kell intézni? Nem, az önkormányzat segít. Tehát általában együttműködőek a családok is, tehát akik meg tudják oldani személyesen, azt azok megoldják. Nekünk egyébként Ceglédre kell menni, tehát egy picit másként vagyunk közigazgatási szempontból. Ez egyébként biztonságosabb is, hogyha a hozzátartozók mozgatják a betegeket, mert mi egy kis busszal, egy 9 személyes kis busszal tudjuk szállítani az oltásra az idősebbeket. Mindenképpen segítünk, tehát nálunk egy karbantartó sofőr kollega van ezzel megbízva, de ha ő nem ér rá, vagy más feladata van, akkor bárki, akinek jogosítványa van a hivatalból, természetesen maszkba, kellő fertőtlenítés után szállítja az oltandó személyeket. Február 25-e van, amikor is beszélgetünk. Hogy áll a költségvetés elfogadása? Ugye talán, ha jól tudom, 15-éig kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Nálatok ez gondolom ugyanúgy, ahogy az elő van írva, megtörtént. Elfogadásra került? Nem tudok még arról beszámolni. Tehát igazából nem, azt sem tudom, hogy milyen lesz az eljárásrend, mert gyakorlatilag az van, hogy a veszélyhelyzet idején a polgármesterek felelősek azért, hogy a különféle közigazgatási folyamatok rendben menjenek, a döntéseket a polgármesterek hozzák saját hatáskörben, viszont költségvetési rendeletet nem tud alkotni a polgármester, tehát ez egy számomra egy picit fura állapot, tehát nyilván kapunk majd a megfelelő időben megfelelő tájékoztatást arról, hogy hogyan kell eljárni, mert képviselőtestületi ülést nem tudunk összehívni, vagy legalábbis én még nem látom azt az utasítást, vagy nem találkoztam vele, hogy hogyan kell eljárni. Hát nyilván március 15-éig ez meg fog történni. Ma délután egyébként összehívom a képviselőtestület tagjait, művelődési házban jó nagy területen, hát ugye mi heten vagyunk összesen, és akkor megbeszéljük, elmondom nekik, hogy milyen szempontok alapján állítottam össze a költségvetést, illetve állítottuk össze a kollégáimmal a költségvetést, mik azok a főbb fejlesztési irányok, mik azok a bizonytalan pontok, amikre számítani kell ebben az évben, és akkor ezt követően
fogunk majd dönteni, ha kell, akkor közösen, ha úgy adódik, hogy a polgármesternek kell aláírni, akkor mindenképpen a képviselőtestületi tagok véleményét figyelembe véve, és egyfajta konszenzus alapján szeretjük mi mindig megállapítani az éves útmutatást, azaz a költségvetést, mert egy költségvetési rendeletnek olyannak kell lennie, hogy mindenki a magáinak érezze, és tudjon érte dolgozni. Akkor egy informális tájékoztatás mégis lesz a testülettel együtt, ahol az le lehet szűrni, hogy merre lehet haradni, melyek azok a területek, amiket támogatnak, illetve melyek azok a dolgok, amiket kicsit gyúrni kell, hogy konszenzus legyen, ahogy te is említetted. Hát mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk a képviselőtestület tagjaival, két intézményvezető is benne van a képviselőtestületben, úgyhogy olyan üden a újdonságokat remélem, legalábbis, hogy nem fogok hallani a költségvetéssel kapcsolatos elvárások tekintetében, de alapvetően ahhoz képest, hogy amire számítottam, vagy amire számítottak a képviselők, ahhoz képest egy könnyen megalkotott és jó elképzeléseket tartalmazó perspektívikus költségvetés sikerült előterjeszteni. Az alkalmas arra, hogy a kötelező önkormányzati feladatokat biztonságosan el tudjuk látni 2021-ben, sőt, nagyon jelentős fejlesztéseket fogunk megvalósítani a tavalyi évben elnyert támogatásokból, és a nem kötelező ellátandó önkormányzati feladatokat is ugyanúgy a továbbiakban tudjuk vállalni, és tudjuk fejleszteni is. És mindezeken felül még egy olyan fejlesztési tartalékalap is rendelkezésre áll, ami arra az esetre szolgál, amikor nem várt események, például 2020-ból a koronavírus által megkövetett kiadásokra is fedezetet nyújt ez a tartalék alap. Hát reméljük, hogy nem lesznek olyan mértékű kiadásaink, előre nem látható kiadásaink, mint amilyen mértékű tartalék alapot terveztünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően elégedettek lesznek a képviselők, és támogatni fogják ezeket az elképzeléseket, ezek főleg infrastruktúrális beruházásokból állnak. Elsősorban a bevételi oldalt nyírbálja meg ez a vírus, nem tudom, ezzel egyetértesz-e. Nyilván itt gondolok a gépjárműadó elvonások, amik azért igazán most fognak érződni ennek a költségvetésnek a kapcsán, illetve az iparűzési adóról óvatosan, mert még azt nagyon nem is látjuk, nem tudjuk, hogy ott hogy alakul, ugye kompenzálja 25 ezer fő alatti településeket a kormányzat. Mikorra, hogyan és majd akkor, amikor pontosan az ott lesz a pénztárban? Igen, tehát a költségvetés az mindig egy ilyen fura műfaj, mert gyakorlatilag tervek vannak, tehát az, hogy mi történik, azt soha nem látjuk előre, de azért így az előző évek tapasztalatából viszonylag pontosan lehet tervezni a költségvetéseket, és minden évben egyre pontosabban. 2020 az olyan volt, amilyen ilyen szituációval még nem találkoztunk szerencsére, tehát ez az első olyan nagyon nagy megpróbáltatás az elmúlt 10 évben, amióta én polgármester vagyok, ami alapjába véve föladja a leckét, de én mégis bizakodó vagyok, tehát azt látom, hogy olyan túl nagy aggodalomra nincsen gond. Nyilván lesznek ennek gazdasági következményei, és egy picit még takarékosabban kell bánni a pénzzel, de nekünk ebben van gyakorlatunk, tehát mi általában útra takarékos költségvetéseket készítünk. Hát én azt gondolom, hogy az a kompenzáció, amit informálisan rendelkezésünkre áll, az elegendő lesz ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk gazdálkodni. Hát nyilván a 25 ezer főnél nagyobb településeken ez külön alkutárgyát képezi, de a mi költségvetési szerkezetünk, az adóbevételek úgy alakulnak, hogy én különösebben nem aggódom a 2021-es év költségvetés teljesítését illetően. Említetted, hogy vannak azért olyan beruházások, amik óhatatlanul is meg kell, hogy történjenek. Ezek az intézményi rendszert érintik, a közúthálózatot, magát az infrastruktúrát? Igen, tehát nagyon, nagyon jelentős év lesz ez. Kormányzati döntés alapján
sikerült az egyik legnagyobb problémára megoldást találni, nevezetesen ez a település főutcájának a felújítása. Tavalyi év végén tájékoztatott arról Pogácsás Tibor államtitkár úr, hogy a 4605-ös számú közút az 2022-ig felújításra kerül. A tervezési munkálatok zajlanak, éppen jövő héten, talán egy hét múlva, nem, jövő héten szerdán lesz az első bejárásunk a kivitelezést illetően. Itt egy olyan versenyhátránya szűnik meg a településnek, amivel évtizedek óta küzdünk, illetve a település önkormányzathoz tartozó fenntartású belterületi utak aszfaltozásában fogunk nagyon nagyot előrelépni. Tehát Nászent Miklóson egy olyan 13 kilométernyi aszfaltút van. 2010-ben aszfaltozott, illetve belterületi közút van. 2010-ben ebből körülbelül 7 kilométer volt aszfaltozott, és 2021 végére befejezzük az útfelújítási programot. Ez azt jelenti, hogy a 13 kilométernyi belterületi közútból 12 kilométer síkaszfaltos burkolatot kap, és felújított biztonságos útszakasz lesz. E tekintetben tehát befejeződik egy program, illetve van még egy nagyon lényeges fejlesztés, ez a ivóvíz kérdése. Dánszent Miklóson az ivóvíz ez jó minőségű alapvetően, viszont az a kút, az a technológia, amellyel az ivóvizet biztosítjuk a lakosság részére, annak a kapacitása az kicsi, és ez egy régi elavó technológia, ezért régóta lobbizunk azért, hogy valahonnan pénzt nyerjünk egy hidroglóbusz, egy víztorony építésére, és most a kéréseink meghallgattattak, úgyhogy a belügyminisztériumtól kapunk támogatást egy 100 köbméteres hidroglóbusz építésére, és ezt is a nyáron, sőt, ha lehet a nyáron, de 2021-ben mindenképpen be fogjuk fejezni, így az egész településen a víznyomással innentől kezdve nem lehet probléma, úgyhogy ez megint csak egy olyan előrelépés, amely évtizedes távlatokban jelent nagyon sokat a Dánszent Miklós számára. Kicsit beszéljünk a Dánszent Miklósiak közérzetéről, lelkéről. Ebben az időszakban kevés szó esik, bár szerintem annál fontosabb, egy település nem csak közutakból, aszfaltozott utakból, járdákból, jó ivóvízhálózatból áll. A kultúrára próbálnám felhívni a figyelmet, fókuszáljunk kicsit erre. Nyilván mindenki be van zárva, visszavonult. A kulturális események igen csak korlátozottak mondhatni, gyakorlatilag a nullával egyenlő. Milyen alternatívákat tudtok, ha tudtok kínálni a lakosoknak ilyen-olyan online felületeken, és mikor tud újraindulni? Te mit látsz? Mikorra tervezitek a közösségi élet felpesdítését? Hát nagyon nehéz ez egyébként, és örülök, hogy megkérdezted, mert tényleg nem csak számokból, adatokból, tervekből áll az életünk, hanem emberekből, személyekből, érzésekből. Egy településnek is van, egy közösségnek is van lelke. És egyébként én azt gondolom, hogy ez a helyzet, függetlenül attól, hogy érintette valaki a koronavírus megbetegedésekbe, vagy nem. Tehát önmagában az, hogy kényelmetlenségekkel van teletűzdelve mindenkinek a napja, a maszk, a távolságtartás, ez amortizálja folyamatosan a lelkeket, vagy a hangulatot. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki feszültebb, magam is egyébként azt veszem észre, hogy kevésbé vagyok türelmes, vagy sokkal kevésbé vagyok türelmes, mint amennyire kellene, vagy önmagamhoz képest is. És nagyon sajnálom egyébként a gyerekeket és a fiatal korosztályt. Szerintem őket viseli ezt meg ez legjobban, tehát nincs alkalom a társasági életre, a bulizásra. Tehát nekik van a legnehezebb dolguk. Én nagyon remélem, hogy minél hamarabb elérjük azt az átoltottsági arányt, amely engedi majd az operatív törzset vagy a kormányzatot enyhíteni a korlátozásokon. Nagyon nehéz munka lesz ez. Ha mondjuk van elegendő mennyiségű oltóanyag, akkor is ez
nem hetekben, hónapokban mérhető, amíg lesz az emberekben hajlandóság, illetve logisztikailag meg lehet oldani az átoltást. Én úgy számolom, hogy nagyjából nyár eleje lesz az első olyan időszak, amikor bármiféle olyan rendezvényt, szabadtéri rendezvényt lehet majd szervezni, amely egy ilyen felszabadulást hozhat az életben. Ősszel mi csináltunk egy ilyen termelői piacot, és óriási siker volt. Tehát azt láttam az embereken, hogy tulajdonképpen semmi különlegesség nem volt, csak volt egy kis zenei program, volt néhány kézműves árus, de kijöttek az emberek, leterítették a pokrócot a templom téren a gyepre, és jól érezték egymást, jól érezték magukat, élvezték egymást társaságát. Hát Szent Iván napjához kapcsolódóan tervezünk valami hasonlót, illetve ősszel, ha jól emlékszem, szeptember 18-át jelöltük meg egy nagyobb szabású ilyen szüreti fesztivál szervezésére, amely egy ilyen össznépi falunap, össznépi vigasság lesz, ha megengedi ezt a járványhelyzet. Bízzunk benne, azért ez már kellően távol van, hogy azt gondolom, hogy optimisták lehetünk, és tényleg valóban itt az oltottság, az oltóanyag felvételére, beoltottságra és ez a nyáimmunitás kialakulására kell már csak várnunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, Sipek is volt. Köszönöm szépen én is.